Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látják. Tartsanak velünk! Székely borverseny, remek italok zenével tánccal. Bukovinai székely népzene, Kovács Gáborral beszélgettünk. A viselet, nem csak ruhadarabok, szellemiség és érték. Különleges hangulatú borversenyt tartottak a székelyek Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. A programról Szegedi Dezsőné, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke tájékoztatott minket. A borversenyt most már harmadik esetben Szekszárdon tartjuk, és olyan hírrel is vagyok, hogy ezt mindörökké megnyertük, ezt a lehetőséget, úgyhogy minden évben Szekszárd fogja tart, vagy Szekszárd kapta a rendezés jogát, mert ez egy szövetségi program, és Szekszárd kapta a rendezés jogát, úgyhogy örülünk is neki, mert élünk azzal a lehetőséggel, hogy így hírt növeljük a Szekszárd város és a borvidék hírnevét is. Remélem, hogy jól sikerül, legalábbis a mostani borversenyünk, ez a 13. Én úgy gondolom, hogy ez elég jól sikerült. Nem lett annyi bormintánk, mint a tavaly, de a borok jók, a bírók jó véleménnyel voltak a magának, az folyamatnak a lefolytatásában, hogy jól hoztuk össze a programainkat. Kértünk 5 diákot, illetve 5 diákot kaptunk, a Hunyadi Mátyás vendéglátó szakközépiskola diákjait kaptuk, kisegítésként ilyen önkéntes diákmunkát tudtunk alkalmazni, és ők, mint vendéglátós tanulók, a borbírákat szolgálták ki, a sajtót, a kiflit, ami kellett, és kiöntötték a borokat, úgyhogy nagyon ügyesen közreműködtek és segítettek nekünk. És ez is egy jó pont volt részünkről, hogy tudtuk a gyerekeket is megmozdítani. Tehát 2 hét kemény munkája van a mostani rendezvényünkben. Eddig feszültségben voltunk, még tegnap este is nagy idegesség volt bennünk, de gondolom én a mai napon egy kicsit biztos lazítunk, mert bízom benne, hogy jó hangulattal fogunk befejezni a mai borversenyünket. Most nem hoztam a cédulámat, de van arany, ezüst és bor mintánk, vagy bor mint díjazottunk. Ez most majd 5 órakor kezdődik a programunk, és akkor lesznek hirdetve a díjazottak. Tehát 5 órakor kezdünk, köszöntők lesznek elmondva, akkor lesz egy kis szereplésünk, szereplőink lesznek, a Maroknyi Székely Népdalkör, a saját egyesületünk népdalköre. Mindig büszkék vagyunk rá, azok fognak énekelni, ők kezdik a kulturális részét, és a szövetség részéről 3 táncos párunk jön, azok fognak még táncolni, és akkor van egy vendégkislányunk, ő a Pető Janka, aki nagy elánnal készült, és nagyon-nagyon szeretne nálunk fellépni, és így ezt a lehetőséget megadtuk neki, és fog énekelni. És akkor hát lesznek vendégeink, a Gréci Félegyházi Gyöngyvér a főbíró, a borversenyünk fővédnöke, az is el fog jönni, és Ferenc Vilmos, a bírálók főbírája, az fogja a díjakat átadni. Idén különleges díjakkal készültek a nyerteseknek. A Petőné Erzsikének volt a javaslata, ő mint egy, nekünk egy aranykincs az Erzsike, mert sokat tud segíteni a borversenynek a lefolytatásához, mert szakmabéli, és azzal a javaslattal jött, hogy ne adjuk ezt a szokásos kupákat, mert az már nagyon sok van, akik jó borászok, hanem inkább térjünk rá a kerámiára. És ez egy szekszárdi kerámik, azt hiszem a csatári kerámikus csinálta ezeket a kerámiákat. Ez is arany, és a díjazottak kapják csak. Ugyanúgy, mint a kupát kapnának, csak most kerámiát kapnak. És nagyon örülünk, hogy ilyen elegáns és ilyen színvonalas helyen tudtunk a rendezvényünket megtartani, de éjfélig kaptunk csak lehetőséget. Pedig mi székelyek úgy azért
jól tudunk mulatni. Úgyhogy, de hát szót fogadtunk, mert hát ha nem akarunk visszaélni, mert akkor hát a legközelebb nem engednek be bennünket, úgyhogy éjfélig hazamegyünk, úgyhogy éjfélig tart a programunk. Az eseményt színesítik a székely dallamok, a tánc és a népcsoportra jellemző szokások, mondta Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a borverseny fővédnöke. Nagyon örülök, hogy a székelyek ismét megrendezték 13. alkalommal ezt a borversenyt. Ebben az évben, illetve már az előző évben is országos szintre emelték ezt a megmérettetést. Nagyon fontos, hogy az ő értékeik továbbvitele, a hagyományőrzés és a közösségépítés tekintetében nagyon fontos és jelentős munkát végeznek. Úgyhogy ez az egyik legjelentősebb rendezvény, úgy gondolom, a székelyek körében. Illetve a borászok körében is, mert egy olyan megmérettetésen vehetnek részt a boraikkal, ahol visszajelzést kapnak a borkészítésről, minősítik a borokat, mit kell javítani rajtuk, de már eleve az, hogy a borversenyre pályáznak, vagy hát küldik a mintáikat, ez már egyfajta nyeremény a részükről, hiszen vagy a fejlődés irányában, vagy pedig már az arany és az ezüst és bronz minősítés által visszajelzést kapnak. Illés Tibor köszönte meg a szekszárdi közösségnek, hogy felvállalták a szervezői szerepet. Ez is egy színfoltja a bukovinai kultúránknak. Attól túlmenőleg, ugye, hogy Bukovinában, mint talán mondtam már, ugye hát az éghajlati viszonyok nem nagyon tették lehetővé azt, hogy bort termeljenek. De Márton Primor, mindenkit a szerzetes, elindította, és hát kezdeti jól indult végül is, hál' a jó Istennek, úgyhogy elég jó borokat csináltak. Ma féltek az osztályok, hogy nem fognak menni hozzájuk bort venni. De aztán sajnos az atya meghalt, és így az a sok vesző, amit akkor több tízezer szőlőveszőt vásárolt, így hiába maradt, mert nem indult el a termelés, nem indult el a szőlészet. Ennek a műsornak akár lehetne az is a címe, hogy fűből fából hangszer, de ennél sokkal többről van szó. Bukovinai székely zenei örökség ez, amely ma is él és éltet. Ami nem lenne így, ha nem Kovács Gáborhoz kerül ez a tudás. Minden ott kezdődik, hogy megszülettem. Nekem abban az áldásos szerencsében volt részem, hogy egy olyan faluban, itt a közelben, Kétyre kerültem születésem pillanatában, ahol körbe voltam véve, ez a 60-as évek, bukovinai székely közösséggel. Én magam nem oda tartozom, de minden barátom és szomszédom és mindenki a faluban szinte székely gyerek és székely ember volt. A barátaim tehát picskás székely gyerekek voltak, és én ahogy csavarogtam velük a falu körül, nem kellett messzire venni, csak pár lépést a határtól, már levágtak egy darab nádat a bicskájukkal, egy bodzaágat, egy fűzfavesszőt, előkaptak egy diót, vagy amit találtak, bürökszárat, bármit, néhány mozdulattal muzsikáló szerszámot készítettek belőle, faragtak. Nekem bicskám nem volt, úgyhogy én csak tátott szájjal bámultam, hogy ezek a gyerekek varázsolnak. De minden beívódott ide, és a későbbiekben már én is megpróbáltam. Aztán megmutattam ezt a tudományomat az öcsémnek, meg eldicsekedtem vele itt-ott-amott, tehát a környezetben található természetes anyagokból készítettünk hangszereket, amik vagy jók voltak, vagy nem, de szóltak, és ez a lényeg. Aztán ugrunk most évtizedeket, és mondjuk 20 évvel ezelőtt erről beszélgettem egy barátommal, akinek a gyerekei ott voltak a környezetünkben, és ugye miket játszottunk gyerekkorunkban. És én ezt elmondtam, hogy hangszereket, meg muzsikáló szerszámokat készítettünk mindenféléből. De miket? Hát készítettünk nádsípot, készítettünk fűzfasípot, készítettünk bodzafuruját, bürökszárból furuját, és a többi, és a többi. És kis gyerekek kíváncsiak voltak, hát hogy lehet nádból hangszert készíteni. És ott ültünk a konyhában, hát most hogy mutassam meg nektek gyerekek, hogy lehet. Aztán megláttam egy pohárban néhány szívószálat. Na mondom, akkor én megmutatom nektek, hogy lesz a szívószálból, mint nád szálból,
muzsikáló szerszám, hangszer. Gyorsan valamivel, mondjuk ezzel a fűrészlappal megmutatom, nem fűrésszel, hanem egy kés pengével mutattam a gyerekeknek, hogy volt egy darab nádunk, és szépen óvatosan belemetszettünk a nádba egy kis nyílást. És ezen a nyíláson keresztül fújtuk be a levegőt a nádszálba, és éppen így szólt, mint a szívószál. Sőt, azt is megtehettük, hogy lukakat vágtunk a szívószál oldalára. A befújó rész ugyanaz, itt fújom be a levegőt, és hogyha mozgatom az ujjaimat, kész is volt a nádcsipünk. Na, itt tudtam megmutatni, és életemnek ez a következő fejezete erről szólt, hogy hogy mutassam be a 20., most már 21. századi gyerekeknek, hogy a természetben föllelehető anyagokból milyen egyszerűen lehet hangszert készíteni. Na hát, az első a szívószál nádcsíp volt. Aztán jöttek sorra a többiek, mert azt mondtam magamban, ha ilyen egyszerű, akkor nézzük meg, hogy a már gyerekkoromban megtanult sípokat, furujákat, hogy lehet a ház körül föllelhető, nagyon egyszerű dolgokból, csövekből, egyebekből elkészíteni. Na, a következő a furuja volt. Hát furuját igazán nem tudtunk készíteni, de egy egyszerű gyerekkoromban, egy egyszerű fűzfasípot, igen, ami ugyan nem úgy szólt, mint egy furuja, de a működési elve ugyanaz. Síp, cső, rajta a lukak. Bürökszárból, és ez most már a 21. századi bürökszár, egy háztartási törlő valaminek, vagy fóliának a papírhengere. Ugyanaz, mint a furuja. Lukak ugyan nincsenek rajta, nincs sípja, de megfelelő módon, tehát nem egyenesen fújva, hanem ferdén. Ugyanaz, mint a furuja sípja. És hogy nincsenek rajta lukak, nem baj. Mutatom, hogy hogy lehet vele muzsikálni. Na, ezt bürökszárból készítettük el gyerekkorunkban. Stb. Végig lehet rajta muzsikálni a kis kecelányomat. De nem baj, hogyha vannak lukak a csövön, hiszen itt sokkal könnyebb a játék, a fújásmód ugyanaz, nem egyenesen ferdén, és ha már megszólal, innen kezdve egyszerű a dolog. Hát így folytatódott ez a játék, aztán minden, ami a kezembe akadt. Még van egy gyerekkori emlékem, amikor nagyon megtetszett a gitár, egy zenekar volt a falunkban, és hát belebolondultam a gitárba, és azt mondtam, hogy én készítek magamnak gitárt. És fakanából lett az első hangszerem, ami már igazán hangszer, és muzsikál. Aztán nem voltam elégedett a hangjával, túl halknak találtam, ezért egy rezgő közeget, egy dobozt a benne levő levegővel, mert az nagyon fontos a benne levő levegő mennyisége, hozzáillesztettem, és így már egészen jó kis gitárom lett. Ez volt az első nóta, amit megtanultam rajta. És akkor jöttek sorban az egyszerűbbnél egyszerűbb szerszámok, ezért hívom őket muzsikáló szerszámoknak, eszközök, házkörüli eszközök, például a biciklipumpa, ami nem egy nagy újdonság, hiszen ugyanúgy kell fújni, hiszen ez is egy cső, mint ezt a papírhengert, és közben a dugattyút, amivel pumpálok, mozgatom a csőben, a befújás ugyanúgy ferdén történik. Na,
nagyon tetszik a gyerekeknek, hogy még a biciklipumpa is muzsikál. És akkor jöttek sorra az egyre változatosabb, egyre bonyolultabb dolgok, és akkor jó 10 esztendővel ezelőtt eszembe jutott, hogy ha a szívószálat, amit az előbb megfújtam, kisebb-nagyobb méretekben elkészítem, azoknak mindnek különböző a hangja. És ha beleteszem egy légtérbe tulajdonképpen, mint ugye a templomi orgonának is van egy szélszekrénye, egy légtér, abban akár az orgon esetében több ezer síp, hát akkor tulajdonképpen orgonát készítek, ami szájjal működik, fújom bele a levegőt, a szívószál sípok egyenként megszólalnak, mutatom is, hogy hogyan. Ez a skála, aztán ebből bármit ki lehet hozni. És akkor lehet a paraszkantátát végig muzsikálni, de mivel egy légtérben szám szerint 8 szívószál van, amit lehetne éppen nátsíp is, ezért azt is megtehetem, hogy nem csak egyet, hanem kettőt, akár hármat, vagy hozzá egy negyediket, egyszerre megszólaltatok, és már tényleg orgona hangzása van. És így készülnek a mai napig sorra a mondjuk így, hogy hulladékból hangszerek. PET-palacból, szívószálból, papírkartoncsőből és a többiből. A legújabb tervezet pedig, még nem próbáltam ki, de szakember segítségével már teljesen készen áll. Gyerekekkel leülünk, és nem egész egy óra alatt, a gyerekeket mindig párban dolgoztatom, nem egészen egy óra alatt mindenkinek, nem csak a párnak, hanem a félpárnak is lesz egy-egy nagyon egyszerű furujája. Ezt mi annak idején fűszfa sípnak hívtuk, és a fűszfa kérgéből készítettük el, ami egy napig, két napig, három napig működött, aztán kiszáradt, szétrepett és a többi, meg hát nem igazán lehetett vele úgy dolgozni, mint mondjuk egy villanyvezeték csővel. A gyerek egy hosszú csőből, csővágó segítségével, ezek mind biztonsági eszközök, nem vágja el a kezüket, levág egy megfelelő méretű darab műanyag csövet. Aztán a következő fázis az, hogy erre a csőre, ilyen szinte játékfűrésszel, a végébe egy rést vág. A rést kitöri innen, aztán a következő, hogy ugyanebből a csőből egy kis gyűrűt vág le, ennek is megvan a megfelelő mérete, és ezt fűrésszel ketté vágja. Így már szépen rá tud csúszni ide a csőre a gyűrű. De mielőtt rácsúsztatná, gyorsan mutatom, na itt van egy majdnem kész darab, a végét egy megfelelő méretű dugóval, műanyag dugóval, vagy parafa dugóval, mindegy, bedugaszolja, és ezt a gyerek a párjával nagyon ügyesen el tudja készíteni, ráhúzza a gyűrűt ide a végére, és az itt levő lukon keresztül, ami ennek a bevágásnak a része, beállítom közben, belefújja a levegőt, erősebben, gyengében fújja, már két hangot, de akár hármat is tud produkálni. És ha még ezek után lukakat is vág a cső oldalára, persze mindig mondom, hogy hány centiméterre, kézifúróval, nem használunk villanyeszközt, csak kézifúróval, mekkora lukat fúrjon, ez szépen elkészíti, és elkészült a saját maga gyártott a furúja, amin aztán a lehetőségek végtelenek. Az egyszerű dallamoktól elkezdve. Az egész komoly, mondjuk, ha már itt a székely kapcsolataimról beszéltem, bukovinai székely silladrit is el lehet rajta muzsikálni, és gyakorlatilag bármit. Dióhéj.
ennyit. Különböző méretekben készítjük el, kisebb gyerekekkel, kisebb lukakkal, rövidebb furuját, magasabb hangon szól, nagyobb gyerekekkel, ugyanezt nagyobb méretben, gyönyörű szép a hangja. És nem folytatom tovább, mert az időnk véges. Kismányokon megcsodálhattuk a Székely Népviselet darabjait egy hangulatos rendezvény keretében. Böte István Kismányok polgármestere elmondta, nagy várakozással rendezték meg idén is az eseményt. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva most is színes programokkal készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Úgy szokott ez történni, hogy ugye először aki kiáll a színpadra, bemutatja a viseletét, honnan érkeztek, bemutatkoznak, és akkor igen, zenés-táncos program, illetve most Szászvárra jött egy csoport, ő egy színdarabot fog bemutatni. Ez most már a harmadik népviseletnapunk, amit itt az udvarban tartunk meg. Ha jól emlékszem, 2015-ben találták ki ezt a programot, és hát mi is csatlakoztunk hozzá, hisz ez az összetartozásunknak a részét képezi, az, hogy fölöltjük ezen a napon a viseletünket, és hál' Istennek igény is van rá, tavaly előtt is nagyon jól sikerültek a rendezvényeink, itt aki eljön, ugye megkóstolhatja a helyi jellegzetes ételeket, táncokat, népviseletet, bemutatót láthatnak, illetve a gyerekek is szerintem jól érzik magukat. Nek lent a Székely portán felállítottunk egy kis kézzeltekeretős körhintát, kézműves foglalkozásokat tart a Kercsó család, illetve Bátaszékről jött a Szegedi Dezső, ő pedig ilyen kis egyszerű népi játékokat mutat be és lehet kipróbálni nála, illetve a Csűrben felállítottunk egy kis mozit, ahol ilyen székely vicces meséket lehet nézegetni. Ugye nem csak székely, hanem sváb ételek is lesznek. Sváb részről lesz a szaúresz, az egy ilyen savanykás disznóvágási étel, illetve egy ilyen káposztás, húsos káposzta végül is, gőzgombóccal, illetve székely részről pedig a bigfagaluska. A ruhadarabok drágának és különlegesnek számítottak, és számítanak mai napig is. Óvni és ápolni kellett ezeket, hiszen a gyermekek megörökölték szüleik és nagyszüleik viseletét. Szóval nagyon jó ötletnek találom az egész programot, hiszen úgy gondolom, hogy és úgy érzem, mert lassan én már 50 éve, hogy ugye itt viseletben járok, hogy az ember a felhúzza, akkor megváltozik az egyénisége. Megváltozik a kisugárzása, meg kell változzon a viselkedése is, hiszen egy viseletbe tudni kell, mint ahogy a neve van, tehát viselkedni. Én úgy gondolom, ez a legfontosabb, amit az emberek és főleg a mai fiatalok számára mond, illetve az a tisztelet az őseink iránt, amit hordanunk kell és át kell adnunk. A bukovinai viseletekkel kapcsolatban ugye volt a hétköznapi viselet, aminél egyértelmű volt, hogy olyan jellemzők voltak, például a kendőnek a megkötése például, akkor maga az anyaga is olyan volt, amit mélyes napú, tehát mindennapi használatra használtak. Illetve volt az ünnepi viselet, ugye ami favilágos szokniától kezdve tehát lehetne sorolni, ami megint csak ugye arról szólt, hogy tisztelték, és akárhova nem húzták föl. Ugye elmentek a templomba, illetve olyan alkalmakat, ami akár egy bál, vagy akár egy családi összejövetel alkalmával. De ugyanúgy a férfi viselet is hasonlóan, hiszen egy csizma ára, egy tejénke ára volt. Hát valamilyen szinten változott ugye a lehetőségekhez képest, hiszen különböző anyagok jöttek be, általában a zsidóktól vették ott az anyagot Bukovinába, és hát annak megfelelően ugye gazdagodott végül is, de hát mivel a falvak, ugye 5 falu sem volt egyforma olyan szempontból, hogy volt, amelyik gazdagabb volt, mint például Isten segíts, jobbak voltak a földek, kevesebbet kellett azért a mindennapi dolgozni így, illetve hasznosabban, jobban tudtak több bevételhez jutni,
Például Andrásfalván meg viszont nehezebb volt, úgyhogy itt sokkal többet kellett, de viszont archaikusabban megmaradtak így a viseletek, hiszen voltak katonáskodások, amik megint csak ugye különböző Székelyföld különböző területére mentek, és hoztak különböző viseleti formákat is természetesen, de hát azért igyekeztek mindenki a saját faluján belül is már, de a maga kultúráját megőrizni, hiszen nem lehetett ugye összevegyíteni, mert valamilyen szinten a polgáriasodás is elindult ugye a századfordulón, ez ugyanúgy a táncban jellemző volt, ugyanúgy a viseletben is. De itt a kornak megfelelően hordták, ugye itt a piros, tehát az élénk szín, piros ugye minél fiatalabb volt, a kislányok ugye azok hordták tulajdonképpen azokat a színeket, és ahogy idősödött, akkor minél inkább sötétebb volt az a hímzés, például a szedettingről beszélve, és ahogy már tényleg nagyon idős volt, akkor már csak fehérbe jelentez meg. Tehát a kornak megfelelően mindenképpen. Tehát ugyanúgy a szoknya hossza is, ugye ezt külön odafigyeltek, és tehát tért fölött nem volt. Tehát mindig a térd alatt inkább minél lejjebb voltak. A viselet az ember egész lényét átjárja, formája, erősíti. Ennek az értéknek az átadása számunkra szinte kötelező a mostani generációnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!